Nem kell többet a fákhoz támasztaniuk kerékpárjaikat az önkormányzatba, illetve a hivatal környékén található üzletekhez, boltokhoz érkezőknek, hiszen nem olyan rég új kerékpár támaszok lettek kihelyezve. Lakossági igények merültek fel itt a Szent István Király út városháza előtti útszakaszán, elsősorban itt az üzletek, illetve a polgármester hivatal ügyfélszolgálat előtti nagyon forgalom során nem volt eddig kellő számú kerékpártáról, illetve egyáltalán nem volt kerékpártároló ezen a szakaszon. Ezért ezt pótoltuk az elmúlt időszakban ilyen egyes kerékpártárolókkal. Egyrészt a járda keresztmetszeti adottságai, másrészt ezen a szakaszon zajló forgalom, illetve a parkolók figyelembevétele miatt nem volt lehetőség több kerékpártárolót magába foglaló biciklitároló egység elhelyezésére. Ezért úgy döntöttünk, hogy egy-egy kerékpártámaszt helyezzünk el ezen a szakaszon, hasonlóan a már korábban bevált gyakorlatnak, amelyet az ökopontirodánál, az előtti téren helyeztünk el, illetve pár hónappal ezelőtt az 56-os emlékparkban is kettő darabot ilyen módon, ilyen konstrukcióban kiviteleztünk, illetve helyeztünk el ugyanezt a mintát követvén. Itt a városház előtt is 10 darab támaszt helyeztünk el, amelyeknél két oldalról támasztva nyílik lehetőség a kerékpárokat elhelyezni, illetve lezárni. A Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztályvezető elmondta, abban az esetben, ha a helyi tervezésű kerékpártároló jónak bizonyul, és a lakosság tetszését is elnyeri, továbbiak kihelyezését szorgalmazzák majd. Amennyiben beválik ez a dolog, és nyilván a lakosság is megtanulja ezeknek a használatát, mert nyilván eddig korábban ilyeneket nem alkalmaztunk, akkor tervezzük ezeknek a bővítését majd azokon a helyeken, ahol tapasztalunk még hasonló hiányokat, legyen szó belvárosról, vagy egyéb más területekről.